Hi, it's me. Leave a message. A ghostingnál volt egy olyan hozzászólásunk, ahol valaki ezt mondta, hogy lehet, hogy ez önbizalom hiányból volt. És utána jött azzal a másik hozzászóló, hogy szerint ez a tárgyasítás. És a tárgyasítással mind a ketten, te is és én is jobban tudtunk menni. Ami még nekem bejött energiában, hogy a ghosting az akkor jön létre, a tárgyasításon kívül, amikor tárgyként kezelem az embert, és jobb, félre tudom rakni, elő tudom szedni, ki tudom kerülni, nem kell hozzászólnom, sőt, észre se kell vennem, kirakhatom az életemből is. Amikor van egy olyan fél, aki csak akarni akarja, hogy ez valami létrejöjjön. És abban a pillanatban, hogy ez az akarás ténylegesen rizalba, eredménybe torkollik, onnantól kezdve szeretné ezt az egészet visszatuszkolni a palackba, és tárgyként kezelni a másikat. Szóval, hogy ez az akarni akarás jött nekem még be nagyon erősen a ghosting témánál. Az akarni akarás az izgalmas, az önbizalom hiány az ott nekem sántikált egy kicsikét. Lehet az is, ez a tárgyiasítás abszolút, viszont ennél az akarni akarásnál, és muszáj leszek behozni azt, amire egyébként mind a kettőknek az összes haja száll az égnek el, a legbelső félelmet. Mert ott viszont az akarni akarás mögött ott valami reszketés van. Tehát ott félek elköteleződni, ott félek váltani, ott félek szembenézni önmagammal, lehet, hogy félek azzal szembenézni, hogy nincs önbizalmam. És nyilván egyébként tök izgalmas, mert most, ahogy így mondom ezeket a szavakat, belejön, és mennyivel egyszerűbb innentől kezdve csak tárgyként kezelni az egészet. Tehát azért ennek megvan egy ilyen nagyon szép logikai íve, és most utálnám kimondani azt, hogy lehet, hogy itt tényleg van egy olyan legbelső félelem, ami az egész motivációt így elindítja, és stb. Stb. De mi van, ha igen? Én annyit tennék hozzá, hogy én ezt a félelmet mindig is elismertem, hogy ez van. Viszont azt érzem, hogy az ember onnantól kezdve kezd felnőttként létezni, hogy ezekkel szembenéz. Mert mindenki, én ezt mindig mondom, tehát hogy én is félek, hogy a picsába ne félnék, hát gyakorlatilag a semmibe ugrottam 40 évesen. Vannak olyan helyzetek, amikor kénytelen vagy szembenézni a felnőttségeddel, kénytelen vagy szembenézni a félelmeiddel, kénytelen vagy megélni a felnőtt minőségedet, attól függetlenül, hogy baromi jól tudok én visszamenni gyerekbe is, tehát hogy ez az oda-visszajátszás innentől kezdve van meg, viszont ezek a felnőtt testbe zárt kisgyermekek világában ez akarni akarás és félelem, és a félelemre való hivatkozás, és az azzal való takarózás, hogy miért nem lép előre. Miközben semmi nem stagnál. Erre volt egy nagyon-nagyon jó mondása egy ismerősömnek évekkel ezelőtt, bár nem félelemről, hanem gyerekkori traumákról beszélgettünk, aminek óhatatlanul vannak lenyomatai az ember életében, hogy még a 20-as éveid elején még egyefene takarózhatsz azzal, hogy az anyád leüvöltette a fejedet 6 évesen, és innentől kezdve az mekkora dráma. Na de 50 évesen? Addigra volt már 30 éved ezt megdolgozni. Vagy lehetett volna. Tehát, hogy meddig takarózunk olyan dolgokkal, amik egyébként orvosolhatóak, hogyha szeretnénk. És igen, ehhez lehet egy terápia kell, ehhez lehet, hogy kell valami olyan szakértői segítség, amire eddig még nem gondoltál, vagy ciki, vagy úristen, mit fog gondolni, amit kicsoda, hogyha én elkezdek ezen dolgozni, vagy egyáltalán mit találok a kis gömböcbe, hogyha ugye belenézek, ez meg a másik fele, de és nagyon szépen mondtad ezt a felnőtt minőséget, tehát akkor ahhoz, hogy azzá váljunk, akik most vagyunk, és felelős döntéseket tudjunk hozni, és szembe tudjunk nézni ennek, hogy hát annak bizony lehet, hogy lesznek következményei, ahhoz kevés az, hogyha csak takarózok, és azt mondom, hogy de akkor az volt. Behoznék itt még valamit a felelősségvállalással kapcsolatban. Sokan szerintem, és ez én is nagyon sokáig, egészen egy pár héttel ezelőttig, amíg gondolkodtam ezen a dolgon, összemostam. A felelősség olyan típusú elmaszkolását, kénytelen vagyok így mondani, hiszen azt mondják, hogy azzal, hogy gyereket válasz, felelősséget válasz, azzal, hogy dolgozol, felelősséget válasz, blablabla,
ezek nem felelősségvállalások, ezek tudod, hogy mik? Az idő hozza magával, és kénytelen vagy meglépni. De az igazi felelősségvállalás, amikor azt tudod mondani, hogy lehet, hogy az anyám nem szeretett jól, és ezt nekem fel kell dolgozni. Lehet, hogy az anyámnak nem vagyok elég férfi. Ezt nekem fel kell dolgozni. És utána megpróbálok a feleségemmel beszélni, hogy ne csinálja velem ugyanazt, mint az anyám. Vagy ha igen, akkor meg ő nem a feleségem, nem a társam. Érted? Felelősségileg a társam, tehát az időféle, aláírtuk a papírt, az idő meghozta, hogy házasodnom kell, de nem tiszta minden sejtemből mondtam rá az igent, mert azt a mintát követtem, amit az anyám diktált, és amit megszoktam, hogy ez a szeretet. Szóval, hogy így a felelősséget, azt így én most különbontanám arra, amit az időhoz, az élet diktál, egy kategória, és a másik az, amikor azt mondod, hogy és akkor most szembenézek azzal, hogy mit csinál velem az anyám, mit engedtem neki, mi az, amit megbocsátottam, elengedtem, kiürültem, és mi az, amit még mindig hordozok, és hogy nekem az a komfortos, ezért olyan párt választok, aki ugyanazt pingeli. Hát, hogy ez így ketté választható-e, azt nem tudom. Inkább azt mondom, hogy csak rétegek vannak, és a felelősségnek mondjuk a tárgyai, hogy mennyire vagyok felelősségteljes saját magammal, vagy mennyire könnyebb másokról. Nőként aztán pláne, tehát nagyon gyönyörű mártírtársadalmunk van, ahol feláldozni magamat, a családom, a háztartásom oltár, nem is tudom, piedesztára emel, of course-nak, avagy bocsánat, de persze, hogy nem, mert ugye erre is kaptunk egy megjegyzést, hogy nem beszélünk magyarul. Na mindegy. Lényeg az, hogy igen, hogy mennyivel könnyebb egyébként ezt a felelősséget rátolni a másikra, hogy felelős vagyok érte is, meg a feladatomért is, meg a határidőmért is, meg az adott szóért, meg a satöbbi, és magammal szemben hol van ez a felelősségvállalás. Az érdekes. Az érdekes.